A felsőoktatás megújításáért címmel sikeresen nyújtott be közös pályázatot Szentes Három közművelődési intézménye. A konzorcium tagjai a Szentesi Városi Könyvtár, a Szentesi Művelődési Központ és a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A projekt eredményeképpen bővülnek a Szentesen és a kistérségben élők képzési lehetőségei. Három képzési lehetőséget tud biztosítani ez a pályázat, amelynek a legfontosabb célja a munkahelyteremtés lesz. A projektben álláskereső tréningen is részt vettek a hallgatók. Két része van ennek a pályázatnak, egyrészt új felnőtt képzési tanfolyamok akkreditálása, ami már megtörtént, illetve az első tanfolyamok keretében 30-30 fő hátrányos helyzetű személy képzése. Ez már a végéhez közeledik, illetve a könyvtárban az ECDL tanfolyamot fejezzük, most befolynak a záróvizsgák, és elmondhatom, hogy nagyon szép eredménnyel végeztek a hallgatók. Most folynak a vizsgák a Jövőnkért Művészeti Iskolában is, ott fazekas képzésre pályáztak, illetve fazekasokat képeznek. Ott jelenleg 15 fő fejezte be az oktatást, és kezdődik egy újabb tanfolyam további 15 fővel, illetve a végéhez közeledik már az angol nyelv tanfolyam a művelődési otthonban is. És ugyancsak a pályázat keretében folyik egy újabb képzési program kidolgozása és akkreditálása, és pont az itt szerzett tapasztalatok alapján az álláskeresést szeretnénk egy 50 órás tanfolyammal segíteni, egy esély elnevezésű álláskeresőknek szóló tréninget próbálunk most kialakítani. A résztvevők Szentes és térségéből állnak össze. A Városi Könyvtár a számítástechnika területén várja a jelentkezőket. 16 új számítógépből álló informatikai gépparkban Tímár Ferenc oktatóval készülhetnek fel az ECDL vizsgára. ECDL egy angol kifejezésnek a betűszava, Európai Számítógépkezelő Jogosítvány, ezzel a jelentéssel bír ez a kifejezés. 7, illetve legutóbb már 9 modulból áll, ezek átölelik a mindennapos számítógép használat legfőbb területeit. Ezzel a 7 modulos ECDL képzéssel lett ez a tanterem beüzemelve, és reményeink szerint a későbbiekben is jól hasznosítható lesz a további felnőtt oktatás során. Most folytak le az ECDL vizsgák a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában, ahol szép eredmények születtek. Mintegy 30 főt érintett ez az egész tanfolyam, és abból egy 80% fölötti eredményt sikerült produkálni. Ami én úgy gondolom, hogy figyelembe véve, hogy itt a pályázat kiírásának megfelelően hátrányos helyzetű embereket kellett segítenünk ezzel a képzettséggel, illetve ezzel a képzéssel, ez nem tekinthető egy rossz eredménynek. Nemzetközi vizsgaigazolást kapnak a sikeresen levizsgázott tanulók, de ebből a papírból kétféle létezik. Az egyik, aki mindegyikből sikeresen levizsgázott, a másik pedig az, amikor nem sikerült az összes modulokból levizsgáznia. A pollákos vizsgát is sikerrel letette, az megkapja az ECDL full papírt. Aki történetesen mondjuk 4 vizsgát azért eredményesen letett, az megkapja az ECDL start papírt, akinek ide-oda kell még egy kis segítség, annak pedig még itt a november-december hónap folyamán maximálisan azon vagyunk, én személyesen is, hogy megadjuk azt a segítséget, hogy legalább valamelyik végzettséget, valamelyik igazolást megszerezze.